Egy téma, három vendég, 50 percben ez a mai téma. Üdvözlöm Önöket, jó estét kívánok! És hogy lenni szokott, az az egy téma, az sosem csak egy téma, hanem annak számos ága, boga, de azért ma megpróbáljuk összefoglalni egy szóban. A boldogságról fogunk beszélgetni, mert este 9 óra környékén már hagyjuk inkább hátra a nehéz témákat egy napra, mert hogy folyamatosan halljuk, hogy mi magyarok mennyiben vagyunk jobbak, erkölcsösebbek, sikeresebbek, mennyivel mélyebbek a gyökereink, komolyabb a tartásunk, mint a hanyatló nyugatnak, de valamiért nem látjuk azt, hogy nyugatról a fejlődő orosz országban menekülnének az emberek, vagy az európai identitását vesztett Párizs, London, Bécs, vagy Berlin fiataljai a tiszta forrást keresve Békés Csabára, vagy Szekszárdra mennének azért, hogy ott lejjenek új gyökereket. Szóval pontosan mit is jelent a boldogság, és egy állam mit tud tenni ennek érdekében? Egyáltalán az eszköztára megvan-e ehhez, dolga-e? Kereteket adjon, vagy megoldásokat? Erről beszélgetek három ellenzéki, korábbi ellenzéki politikussal, Mesterházi Attilával, az MSZP volt elnökével, Siffer Andrással, az LMP alapítójával, és Vona Gáborral, a Jobbik volt elnökével. Nem azért mondtam, hogy korábbi vagy volt ellenzéki politikusok, mert hogy most annyira kormánypártiak lennének, hanem azért, mert politizálva volt nekik is lehetőségük arra, hogy legyen víziójuk az országról. Kíváncsi vagyok arra, hogy mi lehet ez, akár a jövőre vonatkozóan is. Mennyiben tehet arról az állam, hogy a polgárai boldogak legyenek? Ez intézményi kérdés, pénzkérdés, gazdasági kérdés, erkölcsi kérdés, vízió kérdése, egy nagy közös mesének a kérdése, sok-sok kérdés. Hát valószínűleg minden így egyben, tehát sok minden meghatározza egy egyénnek a boldogságát. Egyébként én azért örültem a témafelvetésnek, mert szerintem kevés esetben kötik össze a boldogságot például a gazdasági fejlettséggel, vagy egy társadalom fejlettségével, és hát valahol minden politikának az a célja, hogy az élet minőséget javítsuk, hogy az emberek boldogon, kiegyensúlyozottan tudjanak élni, és hát sok helyütt ugye amellett érvelnek, hogy nem jólétet, hanem jól létet kell mérni, hiszen az kifejezi az úgynevezett egzisztenciális javakon túli életminőségét is az embereknek, úgyhogy szerintem érdemes lenne, hogyha a politika többször a boldogság alapján mérni a teljesítményét egyébként. Siffer András? Én azt gondolom, hogy legalább annyira a társadalomtörténeti kérdés is, és azért az elmúlt három évtizednek az egyik nagy mulasztása, hogy azzal a tehertétellel nem nézett szemben, elsősorban 90 után, hogy az a fejlődés, ami mondjuk a 60-as, 70-es években megmutatkozott Magyarországon, most más kérdés, hogy miből és annak milyen egyéb gazdasági konzekvenciái voltak, az gyakorlatilag egy társadalmi katasztrófát is okozott láthatatlanul. Emlékezzünk vissza, hogy a 70-es években jöttek ki az első tanulmányok arról, hogy például az öngyilkosság, az alkoholizmus miért ér el rekordarányszámot az akkori Magyarországon. Látni kell, hogy 10-20 év alatt olyan mértékben forgatta fel az iparosodás, családok, falusi közösségek, de városok életét is, külvárosok, kertvárosok életét, amire tőlünk nyugatra fekvő országokban 200 év alatt került sor. Tehát irgalmatlanul, tehát egy generáció élettartama szempontjából is irgalmatlan rövid idő alatt szakadtak ki a évszázados közegükből emberek, családok, és váltottak nem egyszerűen szakmát, egy egészen más életmódot. Ennek nagy szerepe van abban, hogy kormányoktól függetlenül, tehát az aktuális politikai széljárástól függetlenül, itt mi Magyarországon valahogy soha nem érezzük úgy jól magunkat a bőrünkben, ahogyan mondjuk tőlünk nyugatra, vagy sokszor éppen tőlünk délre is. Nagyon nehéz kérdés, mert ha itt most föltennénk a kérdést, hogy definiáljuk a stúdióban, hogy ki mit ér boldogságunk, valószínűleg négyféle definíciót hallanánk, de tételezzük fel, hogy ez nagyjából mindannyian érezzük, hogy boldogok vagyunk-e vagy sem, és talán abban sem lesz nagy vita, hogy a magyar társadalom az nemzetközi összehasonlításokban nem áll jól az ilyen jellegű felmérésekben. Én ott folytatnám, ahol Siffer András boldogságszakértő kollégánk itt befejezte, hogy azért a magyar tehát a politikát én elválasztanám a társadalmi örökséget, és talán még korábbra is vissza lehetne menni, akár a 19. század végére, vagy a 20. század elejére is, vagy akár még korábbra, hogy öröklődött a magyar társadalomban különféle
egyébként politikai katasztrófáknak, vagy politikai rossz döntéseknek a társadalmi hatása generációról generációra. Tehát van egy ilyen örökség, és van a magyar társadalom, azt gondolom, hogy nyugodtan mondhatjuk, és nem, nyilván nem sértő szándékkal mondom, de mentálisan rossz állapotban van. De, és akkor itt jön a politika, hogy azért idehozzam én is a politikát. A politikának egy ilyen szituációban óriási felelőssége van, ugyanis két dolgot lehet ezzel kezdeni. Az egyik, hogy a politika megpróbál élni és élni hagyni, és megpróbálja ezt a fajta mentális zavart, ezt a fajta mentális problémát valahogy orvosolni a maga eszközeivel, vagy pedig, és ez a másik, és sajnos azt gondolom, hogy aktuális lehetőség, rátelepszik erre a mentális állapotra, ez politikai tőkévé formája. Igen, erre akartam is rákérdezni, hogy mivel profitálhat nagyobbat a politika akkor, hogyha olyan lehetőségeket teremt, amely az embereknek egy általános jól létet akkor, hogyha Mesterházy Attila így tagolta, én is így tagolom, biztosít, vagy pedig a frusztrációkat használja ki, és a félelemreflexekre próbál építeni. Majd erről talán még lesz szó ebben a műsorban, de hogyha már Vona Gábor említett, hogy nemzetközi összehasonlításban a boldogságindexeket tekintve, hogy állunk, van erről egy kis összeállításunk, meg tudjuk mutatni. Tizedik alkalommal márciusban publikálta az ENSZ az úgynevezett világboldogsági jelentést, mely az állampolgárok általános közérzete alapján rangsorolja a világ 150 országát. Immár zsinórban 5. éve Finnország a világ legboldogabb országa, de általánosságban egész Észak-Európa jól teljesített. Dánia a második, Izland a harmadik, Svédország és Norvégia pedig a 7. és 8. helyet foglalják el. Az elemzők szerint ennek hátterében a magas várható élettartam, a magas egyfőre jutó GDP, a szociális támogatások jelentős mértéke, a korrupció alacsony rátája, a társadalmi bizalom, az egymásra való odafigyelés, a kulcsfontosságú döntések meghozatalában rendelkezésre álló szabadság is közrejátszik. Magyarország az 51. Ezzel 8 helyet csúszott vissza a tavalyi 43. pozícióhoz képest. Tehát nagyon sok szubjektív elem van, nyilvánvalóan hát mi más is volna, azért ez nem egy matematikai képlet abban, hogy boldognak hogyan, vagy kik, vagy hányan érzik magukat egy országban, és akkor persze ez egy következő beszélgetés témája is lehet, bár lehet a ma estében is belefér, hogy a társadalmi boldogság, hogyha ez meghatározható, az hogy néz ki. Látjuk, tudjuk mutatni ezt a táblázatot még egyszer. Ugye a közvélekedés az, hogy ahol jó idő van, meg van mindig finom, friss gyümölcs, ott boldogok az emberek, aztán ahogy egyre több a sötét nap, egyre kevésbé. Hát azt látjuk, hogy az első 8 helyen csupa északi ország van, jó, Izraelben tényleg jó idő van. Az más kérdés, hogy neki például folyamatos, generációk óta folyamatos biztonsági fenyegetettséggel kell együtt élniük, és úgy tűnik ez nem frusztrálta annyira az ő társadalmukat, hogy általában ne éreznék magukat boldognak. Új-Zélandon meg úgy tudjuk, hogy nem történik semmi, ami boldogtalanná tenni az embereket, de ez persze nagyon ilyen közép-kelet-európai megfogalmazás csak. Szóval el is hangzott ebben a bejátszásban, hogy az északi országoknál az állam tud biztosítani olyan körülményeket, amelyek miatt az emberek kiszámíthatónak érzik az életüket. El lehet mondani azt, hogy ott magasabb a boldogságindex, ahol a társadalomban van végbement egy jelentős polgárosodás egyfelől, másfelől az állam részéről pedig az intézményrendszer adja a garanciáját mondjuk a jogállam működésének. Nem díszlet, hanem valóban garancia az intézményrendszer. Hát biztos ez is, de én azt gondolom, hogy az is hozzátartozhat, hogy ezekben az országokban mennyire gondolkodnak hasonlóan az emberek nemzeti sorskérdésekről. Tehát itt Magyarországon, meg talán a világnak a kevésbé szerencsés. Bocsánat, csak ugye azt hangzik el Magyarországon bő 10 éve minden áldott nap, hogy itt már nem is nemzetek ezek, tehát nem is tudják, hogy mi az, hogy nemzet, mi. Igen, most én nem a fideszes kommunikációt akarnám értelmezni, hanem azt, hogy itt Magyarországon nagyon eltolták azokat a pótmétereket a társadalom különböző csoportjai között, amik lehetővé tennék azt, hogy egymással normális kommunikáció folyjon. Tehát mondjuk nem az a gond, hogy másképpen látunk ideológiából kiindulva, értékrendből kiindulva bizonyos társadalmi sorskérdéseket, hanem hogy egyszerűen nincsen párbeszéd. Kérdeztem, mi az, ami a hatékony, sajnos a politikában minél nagyobb egy érzelmi töltet, a düh, a frusztráció, annál inkább mobilizálja az embereket. Éppen ezért ugye a politika abban érdekelt, hogy megossza a társadalmat, ebbe a Fidesz azt hiszem, hogy élen járt itt az elmúlt több mint egy évtizedben. Viszont ez az embereknek a frusztrációját is növeli, az értelmes párbeszédet
csökkenti, és egyébként a, már sokszor szokták emlegetni, a nemzeti minimumok megtalálását, vagy a nemzeti konszenzusok megtalálását is csökkenti, és szerintem ez is visszahat azért erre a társadalmi érzésre, hogy mitől érzik valahol magukat az emberek adott esetben boldogabbnak, valószínűleg ezek szerintem a napsütés számától függ, itt a táblázatból is ez kiderült. Egyébként még itt az előző felvetésnél a gondolatomat azzal fejezném be, és azért ez egy kicsit ide át kanyarodik, hogy a rendszerváltás utáni politika az adottnak vette egy neoliberális konszenzust szerte a világon a 90-es évek elején, amiből egy nyakig eladósodott országban azt a következtetést vonták le a kormányok, tulajdonképpen már 89-ben is, hogy fűnyíró elv alapján vissza kell vágni a szociális szférában. Jól lehet, egy ilyen társadalomtörténeti tehertétellel, például a mentálhigiénés ellátást, a gyermekvédelmi rendszert, és sorolhatom tovább azokat a szegmenseit a jóléti szektornak, amik életbevágóan fontosak lettek volna a Kádár rendszer örökségét kezelve, felszámolva, ebbe több pénzt kellett volna fektetni. Egy ezzel teljesen ellentétes gondolkodásmód volt domináns a rendszerváltás után. Amikor néztem a listát, én is azon gondolkodtam, hogy mi köti össze ezeket az országokat, eszembe jutott, hogy azért van még egy ország, én nem láttam a teljes listát, ugye csak amit itt bemutattak, amit szoktak emlegetni, ez Bhután, buddhista királysága India fölött, India és Kína között, ahol ugye a nemzeti boldogságindexet is ismerik. Egyébként, ha a GDP-t nézzük, Bhután az viszonylag alul van a 200-valahány független állam rangsorában. Ami összeköti csak azokat, amiket itt bemutattak, valóban nem csak északi országok, hiszen Izrael nem igazán északi ország. Az, hogy ezekben az országokban nagyon erős az identitás, a mi tudat. Izrael ezért tud valószínűleg egy boldog ország lenni a biztonsági fenyegetések dacára is. És ez igaz egyébként a kevésbé északi Luxemburgra meg Svájcra is. Akkor is, hogyha három-négy nyelvű ország Svájc. Viszont ez a bizonyos mi tudat, ez az azonosság tudat, most azt hagyjuk is, hogy Gábor erről sokkal többet tudnálom beszélni, hogy hol, mikor sérült az elmúlt 200 évben Magyarországon. Ennek a hiányosságai viszont elvezetnek oda, hogy a magyar társadalom szélsőségesen szolidaritás hiányos. Amit biztosan el tudunk mondani a rangsorban az első 10-ben szereplő ország mindegyikéről, hogy például erős szakszervezetek vannak. Erős az aktív önkéntesek aránya a felnőtt lakosság körében, és így tovább. Ezekben mi magyarok nagyon-nagyon rosszul teljesítünk, és én arra a szerény következtetésre tudok jutni, hogy ott erős a szolidaritás, ahol egyébként vannak közös alapok egy nemzeten, egy társadalmon belül, ezek kétségbejtően hiányoznak Magyarországon, és ott erős az egymás iránti szolidaritás, ott erős a kollektív cselekvés kultúrája, ahol az emberek tudatában van egy ilyen mi tudatuk, tudatában vannak annak, hogy politikai felfogástól, világnézettől függetlenül mi az, ami mégis összeköti őket abban az országban, abban a nemzetben. Ez az, ami rendkívül sérült Magyarországon. Ezen nagyon érdekesek az ilyen nemzetközi összehasonlítások, de talán még érdekesebb lenne, hogyha mondjuk tudnánk olyan statisztikákat vizsgálni, amik az adott országot, az adott társadalmat nézik meg történelmi összehasonlításban, önmagához hasonlítva. Tehát, hogy az előtte lévő korszakhoz képest boldogabb az adott társadalom, vagy sem. Szerintem az sokkal többet adna, vagy sokkal több vizsgálni valót, vagy sokkal több elemezni valót adna a számunkra. Én mégis, amíg itt a többiek beszéltek, összeírtam öt dolgot, hogy szerintem mi az, amire szükség lehetne ahhoz, hogy... Nem hatott? Van egy fél perc, ami is önnek az első részében. Akkor van lehetőség, amikor skippelném, és engedjük de át, arra viszont mindenképpen utalnék, hogy az András itt szerintem, amikor a társadalmi szolidaritásról beszélt, és akkor majd ezt fogom folytatni nyilván, szerintem ott fején talált a szöget. Mesterházi Attilával, az MSZP volt elnökével, Siffer Andrással, az LMP alapítójával, és Vona Gáborral, a Jobbik korábbi elnökével, a második reformkor alapítvány jelenlegi elnökével beszélgetünk arról, hogy mitől lehet boldog egy ország, mitől lehet jó egy állam. Néhány perc szünet, aztán jövünk vissza, maradjanak. Mit tesz boldoggá egy országot, mit tud tenni egy kormány, vagy a politika úgy általában azért, hogy az emberek jól érezzék magukat? Vajon anyagi kérdése ez, vagy hozunk magunkkal egy csomó történelmi sérelmet, tanult tehetetlenséget, és még ki tudja mi mindent, ami befolyásolja azt, hogy ma
itt hogyan érezzük magunkat, meg persze azért találkozunk a hírekkel is, amik közül van elég sok, ami elég negatív, úgyhogy ne nézzetek annyi hírt. Szóval Vona Gáborba egy picit belefolytottuk a szót, mert kevés idő maradt már a blokkban, az előző blokkban, de van 5 pontja, mint ahogy általában szokott lenni. A teljesség igénye nélkül, amikor itt arról beszéltünk, hogy mi az, ami ezekben az országban meg lehet, ami mondjuk nálunk nincs meg, vagy nálunk kevésbé van meg, akkor felírtam pár ilyen dolgot, amiért igenis a politika felelőssé tehető. Az egyik az a kiszámíthatóság, ez ugye el is hangzott itt a felvezetésben is, a másik az átláthatóság, a harmadik a szabadság, a negyedik az esélyegyenlőség, és az ötödik az, amiben viszont én azt gondolom, hogy nem tudunk kizárólag a politikára és a pártokra mutogatni, és ezért mondtam, hogy az András fején találta a szöget, mert ez a társadalmi bizalom. Tehát, hogy éreznek-e a társadalomban lévő egyének és a különféle társadalmi csoportok egymás iránt legalább akkora bizalmat, hogy bár másképp gondolkodnak, mást éreznek, más értékrenddel vannak, de azért mi egy közösség vagyunk, és ennek a közösségnek vannak közös céljai. És szerintem nálunk, én azt hiszem, hogy ez az, ami a legrosszabbul álló faktor. És ha már a politika számonkéréséről beszélünk, akkor hagyd mondjam el egyébként a Sétáló Budapestnek és a Másik Reformkor Alapítványnak egy közös javaslatát, ugye itt szóba került Bután és a GDP. Mi azt javasoltuk, és azt javasoljuk, hogy egy országnak, akár egy politikai vezetésnek a teljesítményét ne csupán a GDP alapján mérjük, és ne csupán a GDP legyen az a mérőszám, ami mindenféle döntésnek akár a negatív, akár a pozitív kimenetelét meghatározza, hanem legyen még másik két szempont, itt most nem 5, hanem csak 3. Legyen az ökológiai lábnyom is egy szempont, hiszen a GDP tud nőni úgy, hogy tönkretesszük a természetet, és legyen a harmadik éppen az, amiről most beszélünk, a társadalmi jóllét. Hogyha már rossz hírekről beszéltünk, jut minden napra nem egy, hanem tucatnyi. Most mutatunk egyet, mert egyrészt ennek a hírnek a végighallgatása is meg fogja határozni talán azt, hogy hogyan tekintünk a jövőre, de hogyha nem is ettől függ, a jövő el fog jönni, és nagyjából az lesz, mint ami a hírekben látható. Legalábbis nagy eséllyel mernék erre fogadni. Nézzék! Másfél millió ember. Ennyien élnek Magyarországon ilyen távfűtéses lakótelepi lakásban. Az új rezsiszabályok ezekre az ingatlanokra egyelőre nem vonatkoznak. A távhőszolgáltatók a lakások fűtéséhez szükséges melegvizet gázkazánban állítják elő. A gáz árát az energetikai hivatal határozza meg. A szolgáltatók tavaly 20 euróért, idén már 15-szörös áron 300 euróért jutottak gázhoz. Általában is csökkentett árak, ezek maradni fognak. Palkovics László az RTL Klub híradójának megerősítette, egyelőre nem drágul a távfűtés, de hosszú távú kijelentéseket még nem tenne. A híradónknak nyilatkozó energetikai szakértő szerint a távhőszolgáltatók bajban vannak, mert az elmúlt 10 évben a rezsi csökkentett ár miatt nem keletkezett annyi bevételük, ami fedezte volna a kiadásaikat. Ezért létrejött egy távhőkassa, amelynek hiányát az állam finanszírozta. Az elmúlt években 20-30-40 milliárdos távhőkassa volt a jellemző, attól függően, hogy éppen hogy alakult a gázár. Az most hirtelen, ha 900 és 1000 milliárd forintra nő, akkor van-e arra forrás, hogy ezt a támogatást beletegye a rendszerbe az állam, és maradhasson gyakorlatilag az ár rezsicsökkentett a fogyasztóknál? Ez a kérdés, amire most nincs válasz. A szakértő hozzátette, ha a távhőszolgáltatók nem kapják meg a támogatást, és nem nyúlnak hozzá az árakhoz, a rendszer rövid távon sem tud működni. Na szóval ez a hír, amivel találkozunk meg, ez a valóságnak egy darabkája, vagy egy lehetséges, nagyon is reális valóság a jövőben, amiről már most is lehet sejtésünk. És hogy miért így próbálom meg egy picit saját magamat is vezetni, meg a vendégeink gondolkodásmódját, és mutatunk egy Orbán Viktori mondatot, mégpedig Tusnádfürdőről. Tehát akkor, amikor van egy hír, amikor van egy ismert válság körülöttünk, akkor mit tett a politikus? Azt mondja, hogy a veszélyek, a bizonytalanság és a háború évtizede következik. A rossz hír. De Magyarország lokális kivétel lehet egy globális recesszió idején, vagyis a pozitív lehetőségnek a felvillantása. Én azt hiszem, nincsen politikus, amelyik ne használná ezt, akkor, amikor, főleg amikor felelősséget, kormányzati felelősséget visel, hogy egyrészt megnevezi a problémát, adott esetben nagyítja is a problémát és a saját cselekvő képességét, az pedig a pozitív kimenetel egyik zálogaként állítja be. Úgy gondolom, hogy a Izlandon is, meg Norvégiában, meg Dániában is alkalmazzák ezt a politikusok. Magyarországon mennyire telepszik rá, vagy mennyire határozza meg a politika azt, hogy az emberek azok mennyire érzik komfortosan magukat a saját bőrükben? Hihetnénk azt, hogy talán nyugodtan ez kevésbé. Hát kommunikációval el lehet fedni
sok mindent egy bizonyos ideig. Tehát én azt gondolom, hogy Orbán Viktor nem tudott mit mondani, azt mégsem mondhatta, hogy az elmúlt 12 évben jól lecsesztem, aztán emberek most akkor így mindenki szívni fog. Most egy aktuális példát hoztunk egy aktuális szereplőtől, nem? Fogalmazzak, tehát ugye ez a jelenlegi helyzetben Magyarország egy nagyon nehéz helyzetben van. Tehát most kicsit nagyon ugrottunk a kicsit elvontabb gondolattól a nagyon praktikus politikáig. Biztos, hogy nem arról beszélgetünk, hogy ha otthon hideg van, akkor nem vagyok boldog, de szóval, hogy igazából az a helyzet, hogy egy olyan válság közelít Magyarország felé, amit szerintem eddig soha senki nem látott és nem kellett, hogy kezeljen. Nem csak itthon, máshol se egyébként. De Magyarország különösen nehéz helyzetben van, hiszen itt a költségvetés is rossz állapotban van, egy gyenge forint, magas infláció, az Európai Uniós források nem érkeznek, amik eddig azért dinamizálták és pörgették a magyar gazdaságot. Tehát egészen biztosan egy recesszióba forduló magyar gazdaság lesz, és ez a probléma halmaz egyébként, ha őszintén beszélne Orbán Viktor a magyar választópolgárokkal, az azt adná ki, hogy ezeket a káros negatív hatásokat igazából csökkenteni lehet csak. Tehát ezt a problémát senki nem tudja majd, nem tudná úgy kezelni, hogy ebből ne legyenek társadalmi feszültségek, hogy ebből meg Gábor beszélt, hogy az egyenlőtlenségek ne növekedjenek, hogy a társadalmi mobilitásnak a csatornái ne szűküljenek be, és éppen ezért azt gondolom, hogy ilyenkor még inkább szükség van egy gondoskodó, fejlesztő államra és olyan szabályozásokra, amelyekben az emberek kapnak valamilyen fogódzókat. Kommunikációval át lehet festeni egy picit ezt a helyzetet ideig, óráig, de mivel az emberek számára a zseb ez egy sajátságos prizma, én mindig azt szoktam mondani, amin keresztül ugye nézik az élet eseményeit, és ez a zseb ez most szűkülni fog egészen biztosan. Csak az elmúlt 30-32 évet, mondjuk rendszerváltástól nézzük, tehát a válságok egyik a másik után. Eleve ott volt a rendszerváltásnak a sokja, ami nagyon sok embert egzisztenciálisan teljesen padlóra küldött. Aztán, hogy rendben legyen rakva az ország, ott volt 95-ben a Bokros csomag, ami megint nagyon komoly egzisztenciális, szociális válságot hozott. Amit Siferi András is mondott, hogy ez úgy valahogy soha nem volt szempont. Aztán 98-2002 között volt egy viszonylagos nyugalom, de ott volt, talán nem is gondolnánk, 2001 a New York-i terror támadások ideje, ami azt mutatta meg, hogy az általunk választott szövetségi rendszer, az támadható. Nem olyan biztonságos talán, mint amilyennek hívtuk. 2006 őszét azt önmagába lehetne hozni, 2008 gazdasági válság, abba is nagyon sokan tönkre mennek, aztán jön a Covid, aztán Oroszország megtámadja Ukrajnát, és nyugat felé puskacsövek állnak. A kommunikáción túl egy pici országnak, amelynek nagyon limitáltak a lehetőségei. Mit tud mondani az embereknek? Hát először is szerintem azt lássuk világosan, hogy ha most ezt az elmúlt 32 éves listát itt egymásra tesszük, az rajzolódik ki, hogy tulajdonképpen a új magyar demokratikus politikában 1990 óta remekül meg lehetett élni az egymásra torlódott 20. század, feldolgozatlan 20. századi traumákkal való kufárkodással, ki kommunista, ki fasiszta, és a különböző ilyen családi sérelmekkel heccelve az embereket, nagyon könnyen lehetett 4 évről 4 évre választási sikereket aratni. Mindeközben viszont a távlatos gondolkodás még Kelet-Közép-Európában is párját ritkítóan elmaradt a magyar politikai stratégiából az elmúlt 32 évben, és bizony ez igaz az elmúlt 12 esztendőre. Hogy a bejátszásra reagáljak, egyrészt lokális kivétel egy olyan ország tud lenni egy globális válságban, amelyik legalábbis határozott lépéseket tett arra, hogy a saját szuverenitását megőrizze, megerősítse. Lengyelország például egy lokális kivétel volt a 2008-as pénzügyi válság idején az Európai Unión belül. Azért, mert a megelőző két évtized lengyel kormányai tudatosan erősítették a lengyel kis- és középvállalkozói réteget. Magyarországon nem csak az elmúlt 32 évben nem történt ez. Orbán Viktor valóban egy szuverenitásában szélsőségesen meggyengített országot vett át 2010-ben, na de a kommunikációs patronokon kívül a szuverenitás megerősítésért nem sokat tett, ha csak nem gondolunk egy-két házi barátnak, oligarchának a föltőkésítésére.
Magyarország akkor lehetne lokális kivétel, hogyha a polcainkon kapott áruknak a jelentékeny része hazai termék lenne. Ha az exportunknak a jelentékeny része nem import lenne. Egy olyan ország, amelyiknek a gazdasági szerkezete szélsőségesen kitett, és az elmúlt 12 év sem tett azért, hogy semmit azért, hogy a termelő szektorokban elbillenjen a mérleg a multinacionális cégektől a hazai termelők irányába, az nehezen tud lokális kivétel lenni. Egy olyan ország, amelyik nem dolgozik határozottan az energiafüggőségének legalább a lazítása érdekében, az egy energiaválság kellős közepén nehezen tud lokális kivétel lenni, és ami a rezsinövekedést illeti, de én abban a könnyű helyzetben vagyok, hogy már 2013-ban is azt mondtam, hogy az egy dolog, hogy a multiknak az extra profitját elveszi a kormány, és ezt nagyon helyeseltük is. Az egy bűn volt, hogy a 90-es évek közepén a közszolgáltató cégeket, a majdnem csúnya kifejezést használtam, hogy miért, de eladták. Úgy, hogy utána rajtunk kereskedtek ezek a nagy befektetők. De ennek az extra profitnak, ha egy jelentékeny részét az energetikai hálózat, például a távhőhálózat korszerűsítésére fordította volna a kormány, és vagy épületfelújítási programokat indít, akkor például majd csomó közintézményt, jóléti intézményt nem fenyegetne a bezárás réme. Tehát akkor tudnánk lokális kivételek lenni, ha legalább az elmúlt 12 év kormányzása, ha már a megelőző 20 év nem tette ezt, megpróbált volna kicsit távlatosan gondolkodni, ehelyett azt látjuk, hogy 4 évről 4 évre az elmúlt évszázadban felgyülemlett sérelmekkel kufárkodva lehet sikereket elérni, és az, hogy hosszú távra legyenek alapjai a nemzeti felemelkedésnek, az valahogy Magyarországon mindig háttérbe szorult. Nagyon-nagyon egyetértek ezzel, amit az András itt a gondolatai során mondott. Tehát az élelmiszeriparnak az a fajta magára hagyottsága, és ráadásul pont úgy, hogy egy magát nemzeti együttműködés rendszerének nevező vezetés ideje alatt, ráadásul hosszú ideje alatt, kétharmados politikai biztonságban bármit teltett volna ebben az ügyben, és még ráadásul kifelé a multikkal is harcol. És ennek ellenére a magyar élelmiszeripar annyira kiszolgáltatott helyzetben várja ezt a válságot. Én azt gondolom, hogy ha majd 50 év múlva történészek, vagy 100 év múlva történészek vizsgálják a NER rendszerét, és mérlegre teszik jót és rosszat, akkor majd az oktatás mellett szerintem az egyik nagyon-nagyon súlyos, az pontosan ez lesz. De amire én szerettem volna reflektálni, hogy én kicsit vitatnám egyébként a felvezetés gondolatait, annyiban, hogy 2013-14-től minimum... A válságlistát. 2013-14-től egészen 2019-ig Magyarországon nem volt válság. Olyannyira nem volt válság, hogy az Orbán kormánynak válságot kellett kreálni a lényegében. A migráció ugyan ebben az időszakban zajlik, de az az ország gazdasági teljesítőképességére, vagy a társadalom közérzetére nagyon minimálisan hatott. Abban a helyzetben került a kormány, és akkor itt visszajön a kommunikáció kérdése is, hogy lényegében mesterségesen kellett félelmet ébresztenie az Orbán kormánynak a társadalomban, és mindig bejelenteni, hogy most nagyon nagy a válság, most nagyon nagy a baj, de itt vagyok én, és majd én megmentelek benneteket. Hát ez volt az orbáni kommunikációnak lényegében az összes választási kampányban az alappanelje. Most annyi változás van. Működik, most annyi változás, hogy viszont most a valóság beköszönt az ajtón, vagy az ablakon, nem tudom, vagy berúgta az ajtót, vagy berúgta az ablakot, és most valóban válság van. Most valóban olyan veszélyes, még a Covidot sem tartom igazából ilyen értelemben nagyon nagy válságnak, ott is azt gondolom, hogy nagyon fájdalmas volt, nagyon sok áldozattal járt, de igazából viszonylag gyorsan kiheverhető lett volna. Ez a háború viszont már egy komoly válságot jelent, és itt Orbán Viktornak most valóban valódi ellenféllel kell majd ezt a válságot kezelnie, vagy menedzselnie, és hát itt fog majd eldőlni az ő politikai kormányának a valódi ereje. És bocsánat, csak azért hadd mondjak, hogy és azokat a válságok, amiket felsorolt, azok nem egyforma válságok voltak. Nem, aztán erre utaltam. Tehát ezeket nagyon-nagyon nem lehet összehasonlítani. Tehát a Covid-nál arra utaltam, hogy egy csomó olyasmi, vagy olyasmik voltak, amik egy csomó rossz hírt generáltak, amik szembe jöttek velük, meghatározták akár évekre a diskurzust. Például a járvány, a Covid-járvány utáni kilábalás, az mondjuk, hogy átlagban olyan 2 év alatt sikerült, a 2008-9-es válság, meg 6 év volt nagyjából, amire vissza tudtak állni a gazdaságok. A 100 000 lakásbedőlt lakáshitelesnek, meg a fél
beszéd élete. Szóval... Jó, hát hogyha most... Így értettem, tehát, jó, hogyha... de figyelek. Bocsát, vehetünk név szerint, jó. Ugye, tehát a vicce, hogy mondja, tehát ha egy kicsit ettől eltávolodunk a dologba, akkor azt kell mondani, hogy más típusú válságok voltak, és az egyet nem szabad elfelejteni, hogy ez volt az első kormány, vagy ez az első olyan párt Magyarországon, a Fidesz, amelyiknek ilyen hosszú idő rendelkezésre állt, ahhoz, hogy amiről az András beszélt, hogy a rendszerváltozásnak előtti strukturális problémákat tudja kezelni, mert volt hozzá ideje, volt hozzá politikai stabilitása, a szavazatszáma a parlamentben, hogyha most konkretizálni akarjuk. Volt 2010-ben voltak olyan baloldali elemzők, akik arról beszéltek, hogy nem baj, ha a Fidesznek kétharmadja van, mert akkor most hozzá tud nyúlni ezekhez a strukturális problémákhoz. Én akkor is ezzel ellentétes véleményt fogalmaztam meg, de voltak, akik hittek abban, hogy most jön majd el az az időszak, ami egy normál demokráciában egyébként eljöhetne, hogy egy nemzeti modernizációs programot hirdetünk, ami 15 évre határozza meg Magyarország jövőjét, ráteszi Magyarországot valamilyen olyan sínre, ami egy fenntartható növekedési pályát jelent. De ezt a Fidesz minden egyes négy évébe elmulasztotta, és az egész politikája arra épül, hogy ő nem csinálhat ilyet, ami nemzeti minimumokon alapul, ami kooperáción, együttműködésen, konszenzuson alapul, mert az egész politikai létezése a harcra, az ellentétekre, a konfliktusra épül, szerintem maga Orbán Viktor karaktere is egyébként nem csak a pártjának a karaktere. Tehát ezért egy csapdahelyzetben van Magyarország, mert miközben meg lenne az eszköze, képessége arra, hogy társadalmi konszenzus teremtsen, a közben pont a politikai működési mechanizmusa léte ezzel teljesen organikusan szemben áll. Ezért érzem azt, hogy Magyarország, amíg Fidesz kormány van, egy ilyen csapdahelyzetben van. Egy mondatot ezt hagy fűzzek hozzá, mert hogy egy picit árnyalnám, tehát anélkül, hogy Orbán Viktort fölmenteném azok alól, amit mondtál, Attila, mert teljesen igazad van, én mégis azt gondolom, hogy itt a társadalmi felelősséget sem hallgathatjuk el. Tehát amit Orbán Viktor megjelenít ebben a megosztottságra építő politikai gyakorlatban, az szerintem nagyon jól leképezi a magyar társadalom állapotát, hiszen erről kezdtünk el beszélni, és szerintem ez itt most nagyon fontos szereppel bír, mert Orbán Viktor politikai sikere szerintem nem csupán politikai manipulációban, vagy politikai kommunikációban, vagy különféle döntésekben rejlik, hanem abban, hogy ő volt az, aki a legjobban fölismerte a magyar társadalom mentális állapotát, gondolkodását, és sajnos ezt kihasználta, és nagyon jól használja ki mind a mai napig. Nem, az államférfitől az választja el, szerintem a politikust, ha már itt az államférfit egy valaki itt szóba hozta nem is olyan régen, hogy az államférfi nem használja ki a társadalomnak a gyengeségeit, hanem megpróbál segíteni rajta, és az a talán az a, hát nem is tudom, hogy politikusnak nevezhető az a gyakorlat, amikor valaki az ilyen jellegű felismeréseket megpróbálja politikai tőkévé alakítani. Tehát szerintem ez az igazi probléma azzal, amit most látunk. És ha már a gyengességet szóba hoztad, visszautalva itt arra, amiről az első fél időben itt ilyen emelkedettebben próbáltunk eszmét cserélni, ugye az egyik gyengesége a szélsőséges szolidaritás hiány mellett, nyilván ezzel szoros összefüggésben a magyar társadalomnak a konszenzus kultúra hiánya. Na most erre viszont, nyilván ez is elsősorban a 20. századi földolgozatlan történelmi traumák miatt van így, erre Orbán hatalom politikája szélsőségesen rájátszik. Most ebben az a tragikus, hogy hiába nyered a választásokat négy évre brutális többséggel, azért a számok most is azt mutatják, most adták ugye a legnagyobb győzelmüket, a számok most is azt mutatják, hogy alsó hangon van 2 millió ember, aki nagyon nem kért a Fideszből vagy az Orbán kormányból. Na most úgy sikeresen megoldani távlatos problémákat, több generációra, ciklusokon átívelő problémákat, hogy alsó hangon 2 millió ember viszont minden ízében gyűlöl mindent, ami a kormányzattól, a hatalomtól jön, hát ez egy nagyon nehéz mérkőzés. Mert hogy a Gábor nem mondta volna, akkor mondom, de egy picit még szerintem érdemes erre rá tenni még egy hangsúlyt, hogy azt mondtad, hogy az állam férfit mi választja el a mezei politikustól, vagy a sarlatántól. Én azt gondolom, hogy ez a lényege neki, hogy az, hogy valaki fölismeri, hogy milyen egy társadalom állapota, helyzete, az egy fontos dolog a politikában. De a politikának van egy iránymutató szerepe, vagy egy vezetőnek van egy iránymutatási szerepe, és hogy ezen szeretne változtatni valamilyen formában, pozitív irányban. És én ezt hiányom, a Fidesz kormány az elmúlt 12 évben még individualistábbá tette a magyar társadalmat. Tehát még kevésbé szolidáris, mint amely. És ez a legnagyobb bűnük, legalábbis számomra, mint baloldali politikus számára, hogy nem foglalkozik az esélyegyenlőségi kérdésekkel, hogy nem foglalkozik a közszolgáltatásokkal, nem foglalkozik a társadalmi mobilitási kérdésekkel. Tehát én azt gondolom, hogy ezért nagy bűn, amit csinálnak. Egyetértünk, csak szerettem volna ezt megerősíteni. Vagy ha van vita közöttünk, akkor az, hogy én inkább a társadalomra
vállaira tenném ezt a felelősséget, mert a politika nem fog megváltozni. A politika logikája az, hogy próbál szavazatokat szerezni, és a társadalomban azt látja, és Orbán Viktor azt fogja látni, vagy bárki, aki utána jön, hogy a magyar társam arra rezonál, hogyha én a földbe taposom az ellenfelemet, és ez tetszik neki, ez hozza a szavazatot, és oda visszaigaz egyébként, amit András mondott. Tehát nem csak az egyik oldal gyűlöli nagyon a másikat, hanem a másik is az egyiket. Ha a politikus ezt látja a társadalomban, hogy ez az igazi gyutacs, ez az erő, amire politikát lehet építeni, akkor nem fog megváltozni a politika. Ugye nem lehet más a politika. Csak közben ugye az emberek ugye elvesznek. Igen. Szóval, amit Vonal Gábor az imént mondott, hogy a Fidesznek a politikájában benne van a kreált válság, hogyha jól értem, és amellyel szemben önmagát kínálja fel megoldásként. És most viszont egy valódi válság, egy évtizedek óta nem látott, több emberöltő, 2-3 emberöltő óta nem látott valódi válság van itt. Akkor viszont Szijjártó Péter külügyminiszter így beszél, hogy azért lesz sikeres Magyarország, tehát most nem arról van szó, hogy egy válság tudatot azt erősítene a miniszter, hanem azért lesz sikeres Magyarország, mert a gazdasági válságkezelésben világbajnokok vagyunk. Van és lesz is energia, amelyet az ország és a gazdaság normális működtetéséhez fel lehet használni. Saját nemzeti alapú és nem hatalmi központokból diktált külpolitika van, a kormány pedig politikai stabilitással rendelkezik, ebből fakadóan politikai bátorsága is van. Szóval lehet meg egy pozitív jövőkép akkor, amikor tényleg azt látjuk, hogy a hullámok csapkodnak a fejünk fölött, nem azt mondja Szijjártó Péter, hogy válság van, Magyarországon legalábbis nincs, hogyha van valahol máshol, van, és hogyha vannak, akkor valaki mások annak az okozói. Ezek részelemekben egyébként rendre igazak ezek a kijelentések. Hogyne, részelemeibe igaz, sőt tovább megyek, én kívánom mindannyiunknak azt, hogy a proféta szóljon Szijjártó Péterből. Természetesen jogos az a meglátás, hogy ennek a mostani válságnak az okai elsősorban globálisan és nem nemzeti szinten, nem az aktuális kormány, nem csak Magyarországon, az aktuális kormányok teljesítményében keresendő, csak hát amiről az előbb már elkezdtünk beszélni, hogy ennek a Szijjártó értelemben vett világbajnok válságkezelésnek a fundamentumai hiányoznak. Tehát ezt kellett volna a válságmentes elmúlt 6-8-10 évben megteremteni. Tehát például, hogyha leszigeteljük a házakat, leszigeteljük a középületeket. 2010-ben választási ígéret volt a Fidesz. Így van, sőt, hát volt Zöld Széchenyi terv, meg Matolcsi György mutatta be ugye 2009 nyarán, pontosan emlékszem rá. Vagy hogyha a föltőkésíteni kívánt úgynevezett nemzeti burzsóáziát megkéri a miniszterelnök, hogy esetleg próbáljál már meg kedves Lőrinc exportra termelni magyar élelmiszeripari termékeket. Ez egyelőre nem látszik, hogyha az innovációs parkokat nem a német autóipari befektetőktől várjuk, és így tovább, akkor valóban meglennének az alapjai annak, amiről Szijjártó Péter beszél. De a többek között Szijjártó Péter nevével fémjelzett gazdaságfejlesztési stratégia nem ebbe az irányba ment. Szijjártó Péter a válságot megelőzően folyamatosan olyan diadaljelentésekkel kábította az országot, hogy azért vagyunk sikeresek, most is ez történt még Debrecenben, mert idehoz mondjuk Kelet-Ázsiából egy akkumulátorgyárat, ami igaz, hogy a következő generációk számára a vízkészletet veszélyezteti, de semmi baj, mert teremtünk, nem tudom, most azt hiszem éppen 9000 munkahelyet, a befektetők minket választanak, csak arra a kérdésre nincs válasz, hogyha a globális ellátó láncokban ilyen mértékű zűr keletkezik, és ebből a szempontból viszont a Covid és a keleti háború sajnos nagyon is összefüggeni látszik. Keresztbe áthajó a szó, ez így csapatnál. Hát, hogyha a globális ellátó láncok pontosan ilyen mértékben sérülékenyek és sérülnek is, akkor hol lesz világbajnok válságkezelés Magyarországon? Azt, hogy mennyire omladozik, foszladozik a nyugat, és mennyire nem ad kellő biztonságot mentálisan sem az embereknek. Arról van itt egy kis bejátszónk, egy picit más irányú mozgás mutat, majd magyar szemszögből nézzük ezt a munkavállalókkal. Jelenleg Németországban él a legtöbb magyar, közel 200 ezeren. Az Eurostat adatai alapján a már nem uniós tag Egyesült Királyságban és Ausztriában is 100 ezer feletti a magyarok száma, de Svájcban és Hollandiában is 10 ezerek dolgoznak magyarként. Keresel annyi pénzt, hogy a piaci, a lakossági piaci árát, tehát a nem támogatott árát ki tudja fizetni. Július végi interjújában mondta ezt Orbán Viktor azoknak, akik több gázt vagy áramot fogyasztanak a hatósági áras mennyiségnél. A képlet egyszerű,
A megoldás viszont sokaknak lehetetlen a magyar fizetések mellett. Ez pedig a külföldi munkavállalási kedven is meglátszik. A gazdasági válság kezdete óta sokkal többen érdeklődnek külföldi munkák iránt. A Brexit óta viszont az Egyesült Királyságban már nem olyan egyszerű a munkavállalás. Ahhoz, hogy valaki munkát vállalhasson az Egyesült Királyságban, minimum 70 pontot kell elérni egy pontrendszerben. 10 pont adható a jó angol nyelvtudásra, 20 a már meglévő munkaszerződésre, és további 20 pont a megfelelő szakképzettségre. És nézzük, mit mondott a Momentum európai parlamenti képviselője Donát Anna. Úgy fogalmaz a politikus nő, hogy nemzeti sorstragédia van kibontakozóban Magyarországon. Az a nemzet, amelyik nem tud elég képzett állampolgárt, tehetséget és vezetőt a csatasorba állítani, veszíteni fog a jól képzett, tehetséges és vezetői készségekkel is rendelkező nemzetekkel szemben. Háttérbe szorul gazdasági, politikai és kulturális értelemben. Nem ő hozza majd a döntéseket. Ezek forognak most kockán. Magyarország képessége Európa gazdasági, politikai és technológiai jövőjének alakítására. Hogy beleszólásunk legyen a jövőnkbe, és ne mások döntsenek helyettünk. Ez akár az oktatásra is egy az egybe, mint problémakörre ráhúzható, és ide kapcsolódik az, amit én nem nagyon tudtam megérteni, akárhány politikust is hallgattam eddig arról, hogy nyugaton mekkora katasztrófa van. Az elmúlt 1000 évben, vagy az írott történelemben, Európa ismert történelmében volt olyan, hogy nyugatról vándoroltak hosszú-hosszú időn keresztül százezrek és milliók keletre. Valami oka úgy gondolom van annak, hogy ez az irány ez mindig keletről nyugati irányba mutat. Hát nyilván a keletről nyugatra való vándorlásnak komoly történelme van ebben, teljesen igaza van a szerkesztő úrnak, de én nem hiszem, hogy a történelemben ezt valami törvényszerűségnek kellene tekinteni. Adott esetben politikai üldöztetés és egyéb okok lehetnek indokai annak, hogy valaki akár nyugatról kelet felé indul, de ha már ez szóba került, én nem is ennek az okait keresném, hanem megpróbálnám megfordítani ezt a folyamatot, mert én azt picit igazságtalannak érzem, hogy a Magyarországról való elvándorlást az kizárólag az Orbán kormány nyakába varjuk, mert hogyha megnézzük, ez az egész régiót érintő probléma, tehát nem mindenhol Orbán Viktornak van kétharmada, és mégis a Baltikum is sok szempontból kiürül ebben a tekintetben. Adott esetben nagyobb arányban, mint Magyarország, tehát egyébként itt a régióban még itt nem is mi állunk a legrosszabb. Igen, viszont ha már így van, és akkor nyilván beszéljünk majd arról is, hogy beszélni kell arról is, hogy mit tudunk ezzel tenni, és hogyan tudjuk itthon tartani a fiataljainkat. De azzal is számolnunk kell, és nem jó ezt kimondani, de ki kell mondani valakinek, meg valakiknek. Ezeknek a fiataloknak egy jelentős része, akármi történik itt, tehát akár politikai vagy gazdasági változás lesz, akkor sem fog már hazatérni. És akkor el kell gondolkodnunk azon a történelmi tapasztalaton, hogy miért van az, hogy a Magyarországról a 20. század során folyamatosan kivándorolt százezrek, azok a harmadik generáció után eltűntek. Tehát, hogy valahogy mi a Kárpát-medencén kívül nem tudunk megmaradni magyarnak. És erre diaszpóra stratégiát kellene kialakítani, és megpróbálni ezt a hátrányt, ami ha már így alakult, meg kellene próbálnunk valahogy előnnyé formálni, hiszen a 21. században a globális és online világban lehet, hogy ez egy lehetőség is lehet, hogyha jól tudunk sáfárkodni vele. Akkor, amikor valami nagy történelmi kataklizma következtében mennek ki 100 000 szám magyarok, ráadásul olyan történelmi kataklizma következtében, persze annak élünk meg, külföldön nem biztos, hogy annak élik meg, de van neki egy nagyon erős emelkedett, például, amikor 56-os magyarok mennek ki, és átalakul a nyugatnak a viszonyulása Moszkvához, és tényleg itt egy kis nép csodát tett. Az például évtizedeken keresztül akár a rendszerváltásig kitartott, hogy az akkor kikerültek, illetve azoknak a leszármazottai, azok diaszporában, az 56-os magyar az önmagában, ha csak ezt mondta magára, már megbecsülésnek örvendett nyugaton. Amikor csak úgy kimegyünk azért, mert többet akarunk keresni, akkor már nem biztos, hogy ilyen ezt látják bennünk. Minden tiszteletem az 56-osokét nyilvánvalóan, de azért én azt gondolom, hogy érdemes megvizsgálni az 56-osok unokáinak, vagy dédunokáinak a magyar diaszporában való létezését sajnos. Meg azért érdemes hozzátenni a tudósokat, szakembereket, akik ugyanúgy öregbítik Magyarországnak a hírnevét, hogyha a külföldre mennek, és most nem csak a szokásos Nobel-díjasokat kell felsorolni, hanem a mai külföldön tanító, oktató, kutató embereket, tehát legyen szó, nem tudom, hálózatkutatástól az egészségügyig, tehát nagyon sok mindent lehet említeni, és én azt gondolom, hogy nem vagyok ennyire pessimista, hogy semmiféleképpen senki nem akar majd visszajönni. Azt nem mondtam, bocsánat, azt nem mondtam. Azt mondom, nagyon nehéz lesz, és nem mindenki fog. Nehéz lesz, ez igaz, de ha már visszatérünk oda, ahonnét kezdtük a beszélgetést, akkor ez a boldogság indexnek a fejlesztése azért nagy mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy hazajöjjenek adott esetben ezek a fiatalok, vagy
vagy családok, és szerintem pont amiatt, mivel a magyar gazdaság nem válságálló, akármiről is beszél Orbán Viktor, ezért gondolom azt, és ebben egy picit talán vitatkoznék az Andrásra, hogy azért nem teljesen mindenhol ugyanúgy fegyvertelenül, vagy ugyanolyan helyzetben érkezik a válság, mint Magyarország esetében. Tehát itt látszik, hogy amikor egy munkaalapú társadalmat csinálni egy tudásalapú társadalom helyett, amikor ugye a tudás értékelődik föl, hogy az innováció, az ipari termelékenység tudjon növekedni, ez mind tudás is kell, tehát szakemberek kellenek. Mindenki, aki kimegy, valamilyen tudással rendelkezik elsősorban, az bocsátja áruba. Azok mennek el, ugye, akik külföldön is versenyképes tudással bírnak, és nagyon érdekes, hogy Magyarországon viszont abból a sok Európai Uniós forrásból, meg ebből a nagy neres nemzeti tudatból, de érdekes módon az következett, hogy a magyar kis- és középvállalkozók, vagy a magyar vállalkozók nem versenyképesek nemzetközi szintéren. Tehát egy óriási deficit van, és ha már a szuverenitásról beszélünk, akkor igen, egy nemzeti vállalkozói rétegnek a megerősítése az egy szuverenitási kérdés. Nemzetbiztonsági kérdés is, hogyha szabad ilyen sarkosan elkalandozni egy kicsit egy más területre. És én azt látom, hogy ebben is van egy hatalmas nagy bűnük, hogy Magyarországon lehet, hogy Szijjártó Péter azt mondja, hogy neki Brüsszel nem diktál, zárójelben hozzáteszem, úgy tűnik, hogy néha Moszkva azért diktál neki, de akik diktálnak a magyar kormánynak, azok a multinacionális vállalatok. Oda teljes mértékben lefeküdt az Orbán kormány, soha ennyi pénzt nem öltek multinacionális cégek támogatásába, mint ezek a kormányok itt az elmúlt időszakban. Tehát ebből kifelé mondom azt, hogy ez egy politikai kommunikációs sémája az Orbán kormánynak, de valójában a nemzeti szuverenitási kérdésekért, azért, hogy lokális kivétel lehessen Magyarország akármilyen válság esetében, igazából semmit, vagy nagyon keveset tettek az elmúlt időszakban. Hogyha már arról van szó, hogy globális problémákra lehet-e lokális választ találni egy olyan országnak, amelyik mondjuk pénzügyileg, gazdaságilag nyugat felé kiszolgáltatott, energetikailag pedig kelet felé kiszolgáltatott, akkor nézzük meg azt, hogy közösségi szinten milyen probléma megoldási javaslatok vannak, hogyha már egy távhős hírrel riogattuk önöket, hát ha van reménysugár is, nézzük. Az elmúlt hónapok energiaválságára Európa sokáig nem az egység válaszát adta. A tagállamok külön-külön próbáltak megoldást találni a krízisre. Most azonban úgy tűnik, a kontinens ismét az összefogás felé halad. Ursula von der Leyen 5 pontos intézkedéscsomagot jelentett be keddi brüsszeli sajtótájékoztatóján. A tervek szerint a bizottság csökkenteni a csúcsidőben történő villamosenergia felhasználást. Erre közösen dolgoz ki stratégiát az Európai Unió. A második és a harmadik pont lényegében egy extra profit adó. Az energiaárak emelkedése miatt extra profithoz jutó cégek nyerességét adóztatná meg a bizottság. A tervek szerint az így befolyó pénzt a rászoruló családok kapnák meg. A negyedik bejelentés az energiaszolgáltató társaságok támogatásáról szól. A tagállamokat segíteni fogják abban, hogy támogathassák ezeket a cégeket. Végül, az ötödik pontban az orosz gáz további korlátozását is javasolják, hogy csökkentsék Oroszország bevételeit. Ehhez kapcsolódóan Ursula von der Leyen az ársapkáról is beszélt. Az ársapka kapcsán Vlagyimir Putyin orosz elnök fenyegetőzve azt mondta, nincs értelme korlátozni az orosz gáz árát, mert akkor Oroszország máshol fogja azt eladni. És most nem is az energiakrízisre szeretnénk fókuszálni, hanem arra, amikor van egy nemzeti identitás, amellett létezik-e egy európai identitás, egy ilyen jellegű közösségi identitás, és valóban szuverenitás kérdést vette föl az, hogy a közösségi megoldást keresünk. Tehát én erről azt gondolom, hogy most nem a konkrét helyzetben, általában Magyarország és tulajdonképpen az egész kontinens együttműködésre van ítélve. Tehát az teljesen egyértelmű, hogy a globális politikában nem az, hogy önmagában Magyarország vagy a V4, egyes európai országok se tudnak játékosok lenni, csak önállóan. A probléma az, hogy ma az Európai Unió nem szuverén. Ferenc pápa fogalmazta meg ugye tavaly augusztusban, hogy az ideológiai gyarmatosításnak nem szabadna engedni. Tehát én azt látom jelenleg is, hogy nem az a probléma, hogy van törekvés a közös uniós energiapolitika irányába. A probléma az, hogy ez nem európai, hanem amerikai érdekeket szolgál. Amit itt von der Leyen asszonytól bejátszottak, ezt hívják vízgerebjézésnek. Az egész keleti politikája az Európai Uniónak, az egész szankciós politika egy csőtömeg. Én azt gondolom, hogy hosszú távon természetesen például Németországnak is már jó régóta stratégiát kellett volna kidolgoznia arra, hogy a fosszilis energiától, ez jelenti alapvetően az orosz gázfüggőséget, hogyan akar leszakadni, de hogyha egyik pillanatról a másikra
ezt a szankciós politikát életbe léptetik, mint ahogy életbe léptették, ez társadalmi katasztrófához és környezeti katasztrófákhoz vezet. Egy-egy percem a Mesterházi Attilának is. Szerintem ez tévedés, amit az András mond, tehát a szankciós politikának van hatása. Szerintem azok tévednek, akik azt mondják, hogy ez csak az a célt szolgálta volna, hogy Oroszország rögtön hagyja abba a háborút. Teljesen világos, hogy következmények nélkül nem lehet valakinek csak háborút indítani egy szomszéd ország ellen. És ha jobban megnézzük, és az időrövidsége miatt nem akarok belemenni, akkor igenis számos területen ezek a szankciók éreztetik a hatásukat, és az alapkiindulás is az volt, hogy 6 hónap utántól kezd ez érezhető lenni, de most nem akarok ebbe belemenni, de ez egy bizonyos szempontból tévedés szerintem ez a fölvetés, ez egy nagyon egyszerű kommunikációs panel, hogy a Szibériában az orosz állampolgár jobban bírja a telet, mint Magyarországon. Ez biztos így van, de nem teljesen ettől függnek csak a szankcióknak a hatékonysága. A másik, hogy én is azt gondolom, hogy ez egy álságos szembeállítás, hogy most nemzetállamok önállóan tudnak-e küzdeni, vagy Európai Egyesült Államok. Én azt gondolom, hogy van, ahol a nemzeti szuverenitási eszközöket kell megtartani, és van, ahol együtt kell működni. Szerintem ez a kettő párhuzamosan él egymás mellett. Van a Gábor? Szerintem a szankciós politikának van hatása, csak attól tartok, hogy ezt leginkább mi fogjuk itt Európában érezni, és nem Oroszország. Igen, és én azt gondolom, hogy a... Szuverenitás együttműködés. Szuverenitás, tehát Európa egy csapdahelyzetben van. A demokrácia, vagy pedig a nemzetközi politikai térben betöltött erő között kell választani, és egyelőre nem talál ebben a két szempontban nem talál kompromisszumot. Azért azt remélem, hangzott el olyasmi is, amitől egy kicsit boldogabbak lesznek. Vona Gábornak, Siffer Andrásnak és Mesterházi Attilának köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük szépen. Önöknek köszönöm szépen a késő estig tartó figyelmet, jó éjszakát, vigyázzanak magukra.